Sepsi Szentgyörgyön tartották annak a divat bemutatónak a fő próbáját, amely péntek este zajlik majd, és online követhető lesz az Artwise Egyesület szervezésében. Az Egyesület negyedik éve foglalkozik erdélyi divattervezők és képzőművészek felkarolásával. Újrahasznosított táskák, használt függönyökből és farmerekből készült kollekciók, különleges levélnyomás, hiánypótló az a divat bemutató, melyet az Artwise Egyesület szervezett Sepsiszentgyörgyön. A szervezet nem csak lehetőséget ad a kezdő és középhaladó divattervezőknek, hogy megmutassák alkotásaikat, de közösséget is formál. Az Artwise 4 éve alakult Olá Ildikó kezdeményezésére, aki azt tapasztalta, hogy nincs elegendő lehetősége egy erdélyi művésznek a megmutatkozásra. Az elmúlt időszakban már több olyan kezdő tervezőt is felkarolt a szakma, akiket ők indítottak el az úton. A kollekciót, amelyet idén is önkéntes modellek mutatnak be, 10 tervező munkáiból válogatták össze. Nagyon örülök annak, hogy több olyan kollekciót is láttunk, vagy láthatunk, ami az újrahasznosítás alapelveire épül, viszont találunk néhány olyan vonalat, ami kicsit posztmodern jellegű tervezői mintákat mutat be. Vannak nagyon természetközeli kollekcióink, ahol konkrétan levél minták egy bizonyos különleges print megoldással vannak újrahasznosított anyagokra feltéve, felhelyezve, úgyhogy tényleg nagyon sokféle Erdély különböző területeiről érkeztek, Marosvásárhely, Kolozsvár, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy. Antal Hajnal Marosvásárhelyről érkezett, ahol női kiegészítőket készít. Az Artwise Egyesületet szakmai családjának tartja, egy olyan közösségnek, amely hatékonyan próbálja összefogni az erdélyi divattervezők tevékenységeit, azokét, akik akarnak és tudnak is élni egy ilyen lehetőséggel. A kommunikációs szakemberből lett designer eddig 8 éves tevékenysége során 8 tonna újrahasznosított papírt használt fel. Az eredeti koncepciónk az az, hogy újrahasznosítás alapelvén papírból készítünk női kiegészítőket, per pillanat csak női kiegészítőket, és ezáltal egy új divatot teremtünk, és védjük közben a környezetünket. És a jelenlegi koncepció még kibővült azzal, hogy nem kell magunkra öltsünk semmilyen puccos ruhát, vagy bármilyen ilyen nagyon extra ruhakölteményeket, mert hogyha megvan egy egészséges önértékelésünk, és úgy érezzük, hogy meg tudjuk magunkban kapni azt a belső hangot, a stílusunkat fel tudjuk vállalni, akkor tényleg bármit magunkra ölthetünk. A divat bemutatóról a Come on Sepsi támogatásával kisfilm is készül, melyet az Artwise Egyesület Facebook oldalán lehet megnézni. Az élő online közvetítés pedig ugyanitt péntek este 8-tól lesz követhető.